Halottja van mindannyiunknak, hisz percről percre temetünk. Vesztett remény mindenik percünk, és gyászmenet az életünk. Sírhantolunk, gyászolunk mindig. Temetkező szolgák vagyunk. Minden szentek napján Ady Endre gondolataival vette kezdetét a megemlékezés Dombóváron, a Rákóczi utcai temetőben. Az elhunyt rokonokra, barátokra, ismerősökre emlékeztek a Dombovári Városvédő és Városszépítő Egyesület által szervezett műsorral. Takács Istvánné az elmúlásról, a gyászról beszélt, amit mindannyian meg kell, hogy éljünk életünk során. E napokban hívők, nem hívők, felkeressük eltávozott szeretteink sírját. Mécsest gyújtunk emlékükre. Gondolatainkat elhomályosítja a hiányuk. Visszautazunk az időben oda, amikor még közöttünk voltak. A meghatódottságunkat ilyenkor nehezen tudjuk szavakba önteni. Csak kutatjuk a megfelelő gondolatot. Ezért, mert mégsem bújik el előrejtekéből. A megemlékezéshez irodalmi és zenei műveket hívtak segítségül. Én úgy képzelem el, hogy a halál egy óriási nász, legszentebb, legemberibb ölelés. Nem fájdalom, fájdalom felejtő. Nem rém, rémeket elűző. Több, mint a szépség, több, mint a szerelem, a jóságnál is több. Kegyelem. A kellemes őszi időben sokan érkeztek a temetőbe, hogy lerólják tiszteletüket, és így módon emlékezzenek mindazokra, akik már nincsenek velük. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. A megemlékezés alkalmával a felekezetek képviselői mondták el gondolataikat a híveknek. Kedves emlékezők, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Isten fia Jézus Krisztus, téged szólítunk meg itt a dombovári sírkertben. Mindannyiunknak vannak elveszített, előrement hozzátartozói, akikre most emlékezünk. Köszönjük, hogy te megértesz bennünket, hiszen magad is a halott Lázár sírjánál könnyekre fakadtál. De legfőképpen azt köszönjük, hogy legyőzted a bűn és a halál erejét. Te helyettünk áldoztad fel magad a kereszten, és harmadnapra feltámadtál a halottak közül. Ezekben a napokban, órákban megállunk szeretteink sírjánál. Rájuk emlékezünk, és tehetjük ezt Istenbe vetett bizodalommal. Azért, mert Jézus feltámadása a mi erőnk és reménységünk. Sokan járjuk a temetőket ezekben a napokban, mert idehoz minket a kötelességtudat, a szeretet és a tisztelet, amit elhunyt szeretteink iránt táplálunk, amivel úgy érezzük, hogy tartozunk nekik. Emlékezünk, gondozzuk az emlékeket, még ha ez fáj is. És ilyenkor újra és újra szembesülünk a földi élet mulandó voltával is. Hogy itt van ez a 60, 70, 80, kinek mennyi év, örömökkel, fájdalmakkal, és végül így is úgy is elmúlik. Kedves emlékezők, amikor minden szentek ünnepén, halottak napjának előestéjén
itt a dombóvári sírkertben és szerte az országban elhunyt szeretteinkre emlékezünk, akkor ezt az emlékezést reményt megnyitóvá és vigasztalóvá teszi Jézus szava, mely az evangéliumból szól hozzánk. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallgat tanításomra és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Valóban, Jézus halála és feltámadása óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás. A megemlékezést követően a résztvevők mécseseket helyeztek el halottaik tiszteletére. A megemlékezés Minden Szentek napján az újdombóvári temetőben folytatódott, ahol a felekezeti képviselők beszédét követően a város előjárói a résztvevőkkel együtt gyertyákat, mécseseket gyújtottak elhunyt szeretteik emlékére.